Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Krisztusban, kedves testvéreim, évközi 5. vasárnapja van, amikor a mai szentmisét elhunyt szülőkért, élő Róbertért, Orsolyáért és családjaikért, valamint elhunyt Hegyi Tímeáért, a Geric és Malik család élő és elhunyt tagjaiért, valamint elhunyt szülőkért, testvéreiért és férjért ajánlom fel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Amen. A mélyből hozzád százagom, Uram, hívom az, a bajban lelkem társadom, a jó hír zenét.
könyörögjünk. Urunk Istenünk, őri szüntele jóságoddal házad népét, és erősítsd oltalmaddal mindenkor, mert csak a te kegyelmedre hagyatkozhat. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Oszd meg az éhezővel kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztest föl, és ne fordulj el embertársad elől. Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a kísérőd. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel, íme, itt vagyok. Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet, ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, és jól lakatod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és a homályod déli verőfényre változik. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, amikor nálatok jártam, nem választékos beszéddel vagy emberi bölcsességgel akartam hirdetni nektek Isten titkát. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítetről. Gyöngességem tudatában félve és nagyon elfogultva mentem hozzátok, tanításom és igehirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonságából,
hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült város nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva a jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Ezek az evangélium ikéi. Áldjon téged, Krisztus! Krisztusban. Kedves testvéreim, kedves katolikus Anya Szent Egyház, csütörtökön volt gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe, és úgy gondolom, hogy ezen a hétvégén ennek a máriás ünnepnek a fényében kellene elmélkednünk a mai evangélium örömhíréről, mert szerintem szorosan összefügg egymással. Először is elgondolkodható, hogy milyen gazdag gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe. Ugye legelején nyugaton így hívták, hogy purifikáció, a tisztulás ünnepe. Aztán később azt mondták, preparáció, a bemutatás ünnepe. Keleten pedig hangsúlyozták, hogy hipepánte, a találkozás ünnepe. És a 1900-as években, amikor gyereke voltam, akkor így hívták, hogy gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe. Ha ma megnézzük a direktóriumba, ismét azt hangsúlyozza az egyház, hogy Urunk bemutatásának az ünnepe. Olyan szépen megfogalmazza Szent Gáli Kata ezt az ünnepnek a lényegét. Azt mondja, ma gyertyaszentelő van Mária, és azt a Krisztust, aki bennem él, aki növekszik, s még olyan kicsi, mutasd be kérlek az atyának. Ma gyertyaszentelő van Mária, és azt a szívet, mely alig remél, csak tépelődik, s a felét hiszi, tedd ki a fénynek
a gyógyulásnak. Ebben a versben olyan szépen benne van ez a négy gondolat, a tisztulás, a bemutatás, a találkozás, és ugye az Isten áldását mennyire be kell, hogy fogadjuk. Tisztulás. Mária életében a zsidó törvény, ha valaki egy asszony szült, akkor 40 napig tisztátalannak tartotta. Nem mehetett be a templomba. És így kezdődött az evangélium, hogy amikor letelt a tisztátalanság ideje, Mária is bement, hogy bemutassa a tisztulásáért az áldozatot. Milyen alázatos Mária. Nem mondja azt, hogy kegyelemmel teljes vagyok, én vagyok az Isten anya, rám nem vonatkozik. Ő is betartotta alázatosan a vallási törvényeket. Szent Pál apostol írja, hogy vessétek le a régi embert, a maga tisztátalanságaival, megkötözöttségeivel, bűneivel, és öltsétek fel az új embert a maga erényeivel. Mi is, amikor jövünk a templomba, akkor valahol szeretnénk megtisztulni. Krisztus szentségének és világosságának a fényében. Aztán a bemutatás. Mária, József bemutatják a kis Jézust, ugye az Úrnak. Ez arra a hagyományra megy vissza, amikor még Egyiptomban történik a 10. egyiptomi csapás, és megígéri az Úr angyala, hogy ahol a zsidók az ajtó félfákat vérrel bekenik, akkor ott az Istennek a büntetése, a büntető angyal el fogja kerülni azokat a házakat, és megmaradnak az elsőszülött fiú gyermekek. És tudjuk, hogy a fáraónak a gyermeke, az egyiptomi gyermekek, elsőszülött fiú gyermekek meghalnak, de a zsidó gyermekek megmaradnak, és elhatározzák. Amikor elérik ígéret földjét, akkor törvénybe iktatják, hogy elmenek a templomba, és áldozatot mutatnak be minden elsőszülött fiú gyermekért. És ezt meg lehet váltani egy bárányjal, egy pár gerlével, vagy galambfiókával. Hát így tesz Mária és József is. Elmennek, és bemutatják a kis Jézust a templomba az Úrnak. Elgondolkodtató, hogy ez a felajánlás. Ez ma is megtörténne, hogy a mai szülők be tudnák mutatni gyermekeiket az Úrnak, és nem csak gyermekeiket, önmagukat. Felajánlanák az Úrnak. Isten oltalmába helyeznék őket, akkor sokkal több gyermek születhetne meg. Mikor rádöbbennének arra, hogy a gyermek Isten ajándéka, és jobban egyben maradnának a házasságok, jobban egyben maradnának a családok, amikor ezt átélnék, hogy az apai, anyai hivatás mennyire szent. Ezért is mondja Szent Gálikata, hogy azt a szívet, amely alig remél, csak tépelődik, s a felét hiszi, hogy tedd ki a fénynek, a gyógyulásnak, és mutasd be az atyának. Kedves testvérek, igen, aztán a találkozás ünnepe. Milyen irgalmas a mi Istenünk, hogy az Isten Jézus Krisztusban találkozik először Máriával, Józseffel, aztán a pásztorokkal, aztán a napkeleti bölcsekkel, és most találkozik a templom népével, az igaz Simeonnal, és Anna prófétasszonnyal is, akik ott vannak.
Símeon, ő hiszi, hogy beteljesednek a proféciák szavai. Hiszi, hogy bár ez a templom Jézus korában szegényesebb, kisebb, mint a salamoni gazdag templom volt, de dicsőségesebb lesz, mert maga a Messiás jön el, és addig meg nem hal, amíg meg nem látja a Messiást. És ezért, amikor Símeon meglátja ebben a gyermekben, az isteni gyermekben a Messiást, akkor elmondja, bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben, hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt, és itt nevezi Jézust a fényességnek, a világ népei fényességének. Kedves testvérek, és ott van Anna próféta asszony, aki új felfedezi ebben a gyermekben a Messiást. És az egyháznak is fel kell, hogy fedezze Jézusban az Isten dicsőségét. Nem csak a szenvedést látjuk, Jézus szenvedését, Jézus halálát, de felfedezzük Jézus feltámadását, Jézus mennybe menetelét, hogy pünköskor a szent lelket adta nekünk az Úr, hogy bennünk van Jézus, és mi Jézusban élünk. Kell, hogy mi ne csak külső résztvevői legyünk egy szertartásnak. Kell, hogy ne csak rácsodálkozzunk egy liturgiára, hanem merjünk találkozni az élő Istennel. Csak ezért érdemes eljönni a templomba, ha találkozni akarunk az élő Istennel, és benne felfedezni az igazi világosságot, az egyetlen világosságot, amely megadja életünknek az értelmét és a tartalmát. Ezért mondja Szent Pál, hogy ne felejtsétek el, benne teremtetett minden, benne áll föl minden, minden általa és érte van. És sötét szobában hiába vannak ott az emberek, ha sötét van, és hiába van ott egy tükör, vagy egy fénykép, vagy egy szekrény tele könyvekkel, szinte értelmetlen, mert sötét van. De ha gyújtunk egy gyertyát, egy kis világosság van, akkor már az emberek eltalálnak a másikhoz, egymásra találnak. Oda tudok menni a másikhoz, és megláthatom a tükörben magamat. Van értelme a tükörnek, és van értelme annak a képnek, már látom a képnek a szépségét, vagy le tudom venni a polcról a könyvet. Régen ezt értették. Kedves testvérek, nagyon fontos, hogy ezért jöjjek a templomba, hogy találkozni akarok az élő Istennel. És ezért leborulok előtte, imádom és dicsőítem őt. És gyertyaszentelő boldog asszonya, hogy mi mondjuk napjainkban is népiesen. A gyertya fénye, a húsvéti gyertya fénye mindig a feltámadt Krisztust jelzi. Ugye az Ószövetségben égő csipkebokorban jelenik meg. Ugye az Isten Mózesnek és pünköstkor lángnyelvek formájában ugye kapják meg az apostolok. Ugye a Szent Lelket, Szent Lélek Istent. Őseink ezt még jobban értették, hogy a fény, a gyertya fénye mennyire az életet jelzi, amikor nem volt elektromos világosság, világítás, akkor a gyertya fényénél dolgoztak sokan, és tanultak sokan. És a hitéletünkben is nagyon fontos volt, hogy amikor valaki megszületett, akkor gyertya fénye mellett imádkoztak a kisbabáért. Vagy valaki haldoklott, akkor a gyertya fénye mellett imádkoztak.
Vagy amikor első áldozók voltunk még a 90-es években, a 80-as években, akkor az első áldozók égő gyertyával jöttek a templomba. Vagy amikor erdélyi fiatal lányokat, mennyasszonyokat eskedtem, atya, én gyertya fényével akarok bejönni az oltárhoz, mert a gyertya fénye jelzi, hogy mennyire vágyodik az ember az Isten áldása után. Hogy velünk legyen az Isten, csak akkor sikerülhet az életünk, csak akkor lehetünk boldogok, csak akkor lehet béke, hogyha velünk az Úr szeretetében élünk. És az egyház megáldja a gyertyát, mert nekünk is gyertyává kell válnunk, amely világít, utat mutat. És hogyha ha közel megérintjük a gyertyának a lángját, akkor melegít. Radnóti Miklósnál olvasható, hogy amikor érettségizett fiatal korában, piarista szerzeteseknél, és amikor leérettségizett, oda ment a piarista tanárához, hogy atya, kereszteljen meg. És erre azt mondja a piarista szerzetes, hogy de hát erről nem volt szó, hát én nem beszéltem soha, hogy te legyél keresztény. És azt mondja, éppen azért, mert erőszakosan soha nem beszélt róla, de ahogy élt, és ahogy tanított, és amilyen szeretettel körülvett bennünket, ezt a hitet akarom én is követni. Aztán a gyertya, az eredeti gyertya, a viasz gyertya, az egyre kisebb lesz, elég, elemészti magát. Nekünk is áldozatot kell hozni Krisztusért. Egy-két napja volt Szent Balázs püspök ünnepe, aki tanúságot tett erről az áldozatos szeretetről, hiszen a keresztény üldözések korában élt, valaki feljelentette, bebörtönözték, megkínozták, lefejezték, vállalta vértanúságot Krisztusért. És még a börtönben is, mivel fiatal korában orvos volt, és valaki halszálkát nyelt, akkor ő volt az, aki ügyesen kiszedte a halszálkát a torkából, segített azon az emberen. Ma is, ugye, közbenjáró szent a betegekért, vagy akik torokgyulladásban ugye szenvednek. Fontos látnunk, hogy ezek utak, amiről most beszéltem, akár a tisztulás, akár a találkozás, vagy a bemutatás, a felajánlás, vagy az, hogy befogadom az Isten áldását. Ha teljes életet akarunk élni, akkor ezeket az utakat vállalni kell. És ezeknek az utaknak a közös pontja Krisztus világosságában van. Ez a közös megoldás. Krisztus világossága. Itt találkozik a gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe, és amikor éppen a hivatásunkról elmélkedünk, hogy Krisztus fényét be kell fogadnunk, és tovább kell adnunk. Olyan szépen fogalmazza meg Reményik Sándor, azt írja, azt mondják, hogy fényt hintek szerte szét. Én olyan sötétnek tudom magam. Azt mondják, köszöntésem békesség, s benyugtalan vagyok benyugtalan. Azt mondják, dalom ír és enyhülés, és több, mint szépség, jó cselekedet. Bennem dúl a magamra ismerés, s mea culpázva verem mellemet. Azt mondják, aki találkozik vélem, hogy tőlem ő kapott ajándékot. S én tehetetlen sajgó kínnal érzem, hogy mindenkinek adósa vagyok. Ó, barátaim, ha egy fénysugár lelketekig hult át a lelkemen, nem enyém az a fény, csak bennem jár. Istennek köszönjétek, ne nekem. Valljuk meg hitünket.
hiszek egy Istenben. Mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény. Az Atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberekért. Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínolát szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe. Ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és Hirdetőkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Kérjük testvéreim a mindenható Istent, hogy hallgassa meg könyörgéseinket. Engedd, Urunk, hogy mindig szívesen gyakoroljuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy egyházad a föld súlya és a világ világossága legyen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy az országok vezetői mindenütt felelősségtudattal gondoskodjanak a rájuk bízottakról. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a mindenkivel jótevő Krisztus követve segítsünk a rászorulókon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a keresztáldozat kegyelmeiből erőt merítsünk életünkben és halálunkban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vedd körül irgalmas szereteteddel elhunyt szülőket, élő Róbertet, Orsolyát és családjaikat, valamint elhunyt Hegyi, Tímea testvérünket, valamint a Giric és Malik család, élő és elhunyt tagjait, valamint elhunyt szülőket, testvért és férj, akikért a mai szentmisét felajánljuk, hallgass meg, Urunk! Urunk, hallgass meg könyörgéseinket, és kiáltásunk jusson színed elé, Krisztus a mi Urunk által. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész a Szent Egyház számára. Urunk Istenünk, Te a kenyeret és a bort elsősorban mulandó földi életünk táplálékául rendelted. Add, hogy örök életünk szentségi táplálékává is legyenek, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük fel szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenhat örök Isten. Mert úgy szeretted a világot, irgalmas Istenünk, hogy olyan megváltót küldtél nékünk, ki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a földön, de minden bűn nélkül. Az ő engedelmessége miatt kaptuk vissza tőled, amit elvesztettünk az engedetlenség bűne által, hogy azt szerethess bennünk, amit fiadban kedveltél. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt, vegyétek. És egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitben valljuk föld támadásodat. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletesi a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával,
Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, s minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Üdvözítünk parancsára, s isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással, legyen békesség köztünk. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én.
Krisztus teste, őrizzen meg bennünket az örök életre. Magasztalja lelkem az én Uramat, bőrben tűzve élek szárnyai alatt. Szolgálója lettem, lepillantott rám, alázattal zengít dicséretét szám. Ami velem történt, nem volt soha.
Krisztus lelke, szentelj meg. Könyörögjünk. Istenünk, Te egy kenyérből adtál ennünk, és egy kelyből adtál innunk. Segíts, hogy egyek legyünk Krisztusban, s örömmel munkálkodjunk az egész világ üdvösségén, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek, keddenként és péntekenként 18 órától a Szent László templomban Szent misét tartunk. Február 24-én pénteken a Szent László templomban Bődi Szabolcs volt kunszentmiklósi polgármester tart előadást. Szerdánként a Szent István templomban 18 órától ige liturgiát tartunk. Két hetente szerdán 8:30-től este imaórát tartunk a Szent István templomban, következő alkalom február 14-e. Rózsafüzér imádságot tartunk hazánkért vasárnap esténként 19 órától a Szent István templomban. 2023. február 18-án 10 órai kezdettel az első áldozásra készülőknek, a hittanosoknak és családtagjaik részére farsangi busójárást szervezünk, jelentkezés a hitoktatóknál. Ma pedig, mivel most volt Balázs áldás egy-két napja, mise után Balázs áldást oszt az egyház. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, ámen! Ulárik Teréz, Teri néni, életének 80. évében hosszantartó súlyos betegség után elhunyt. Terike évtizedeken keresztül segítette az egyház községünket, Rózsafüzér társulat tagja volt. Aktívan részt vett a Caritas szervezet munkájában, segítette a sekrestyési munkát, és rendszeresen járt a templomot takarítani is. A temetése és az értemondott gyászmise érden lesz, a hirdetésen, a bejáratnál ki van téve a gyászjelentése, ott lehet további információkat szerezni. Imádkozzunk ő érte is. Köszönöm. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldja meg benneteket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú, és a Szentlélek. Amen. A Szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Atyám, két kezedben csak ott lakhatom, biztonságot csak tőled kapok. Újjáit teremtesz, sebe ápolod,
boldogság, hogy itt van otthonod.